Az elmúlt héten magasabb minősítésre kvalifikáltatta magát a nagyatádi sakkegylet egyik játékosa, Röbem Laden. A megmérettetésre Harkányban került sor a Tenkes Kupa keretein belül. A horvát származású sakkozó 12 éve él Nagyatádon. Jelenleg a megyében ő a legnagyobb pontértékű játékos. A helyi egyesületben az első táblán játszik. Eredményei közül megyei bajnoki címmel, spanyolországi és horvátországi szereplésekkel büszkélkedhet. Stábunknak beszélt a Tenkes Kupán szerzett tapasztalatairól, élményeiről. Volt egy erős nemzetközi verseny. Voltak körülbelül 8 nagymesterek, 11 nemzetközi mesterek, mert sok FIDE mesterek, és tudtam teljesíteni 6 pont 9 partiból. Ez elég volt egy nemzetközi mesternek a normája. Ahhoz, hogy valaki ilyen kvalifikációt megszerezhessen, szigorú kritériumoknak kell megfelelnie. Kell lenni legalább 5 nemzetközi címe játékos, meg kell lenni legalább 3 országból játékos, és elég nagy rating számú játékos kell lenni. Azaz nem mellékes, hogy az ellenfelek milyen minősítésben játszanak, hiszen minél keményebb egy ellenfél, annál nagyobb teljesítményt és összpontosítást igényel a győzelem megszerzése. Röbem Laden egészen korán, gyerekként ismerkedett meg a sakkal. A sakkozni kezdtem nagyon korai, mikor 4 éve voltam, akkor tanultam, hogyan mennek a figurák. Igazi, az első verseny körülbelül 7-8 éves teljesítettem, de sok idő sakkoztam is, de volt közben egy történet, mikor akartam befejezni sakkozás. A játékos ekkor kis híján lemondott a későbbi sakk sikereiről. Megismerkedett azonban Kis Attilával, a városban működő sakkegylet elnökével, aki elhívta egy versenyre, és attól fogva Röbán is tagja a nagyatádi csapatnak. A sakkozót korábban Kaposvárra is hívták, hogy játszon az NB1B-ben. Ő azonban nem váltott csapatot, és mint mondja, egyáltalán nem bánta meg, hogy így döntött, hiszen a helyi együttessel továbbra is szép sikereket ér el. A nemzetközi mestercímet akkor nyerheti el teljes mértékben a játékos, ha a kvalifikáció többi feltételeinek is eleget tesz. Még kétszer kell csinálnom ugyanolyan eredmény, akkor leszek teljesen nemzetközi mester, de ezt ahhoz sok gyakorolni kell még. A gyakorlás a továbbiakban sem marad el, hiszen Röbán a későbbiekben is részt vesz a sakkegylet összejövetelein, megmérettetésein.